Ez egy tudományos értekezés. Laikus nyelven szólva szakcikk, elvárom az illetékes szakköröknek, úgy mint az orvostársadalomnak és a betegek társadalmának. Más szóval a többi népeknek komoly figyelmét a mérlegelendő, kérdés etimológiai és nem utolsó sorban endopatológ-pszichoszomatikus jelentőségének megfontológiájára. Szakcikk. Nem szikcak. Szakcikk. Amivel azt akarom mondani, hogy nem célom a képzelet szeszélyesen ugráló és rapszodikus, de megbízhatatlan járművére bízni magam. A szigorúan módszeres tárgyalás formát választottam, mely minden kitéréstől függetlenül halad útján megállás nélkül. Lásd, megállománia. Tárgyunk tehát. Miért nem megy az ember orvoshoz? Két részre osztom a feladatot, általános és specializált formában vetem fel a kérdést. Tapasztalataim és klinikai megfigyeléseim, azon kívül szubjektív természetű megfontolások és az idevágó irodalom gondos mellőzése után arra meggyőződésre jutottam, hogy orvoshoz általában egy. Azért nem megy az ember, mert már régen menni kellett volna. De mindig halasztottam, és most mit fog szólni, hogy így elhanyagoltam a dolgot, külön erkölcs prédikációt fogok kapni, holott én például a hasamat fájlalom, és nem az erkölcsét. Kettő. Mert félek, hogy az orvos komolyabban veszi a dolgot, mint magam, ijesztegetni kezd, és mindenféléről le akar szoktatni, lévén neki a betegségem fontos, nekem meg az egészségem. Mert ilyen formán én jól megférek a betegségemmel, ő ellenben jobban haragszik a betegségemre, mint amennyire az egészségemet szereti, és utóbbit hajlandó feláldozni, csak hogy az előbb itt tönkre tegye. Négy. Mert alapjában véve megszerettem a betegségemet. Szükségem is van rá. Kifogásnak. Önmagam és mások előtt. Lustálkodással. Zárójel. Felnőtt ember csak a betegsége révén jut egy kis gyöngétséghez és szeretethez, zárójel bezárva. S félő, hogy az orvosi kezelés alássa a betegségemet. Öt, mert mindenki mondja, hogy menjek. Hat, mert az orvos mondta, hogy ne menjek. Szerintem ugyanis nekem, mint intelligens embernek, megsúghatja, hogy ebben a dologban az orvosok nem tudnak semmit. Mindent, amit csinálnak, az csak humbug. Hét. Mert mint férfi nem szeretem úgy bánni, mint a felnőttel. 8. Mert mint nő nem szeretem úgy bánni, mint a gyerekkel. 9. Mert mint férfi nem szeretem, ha engem átadnak és hazudoznak nekem. 10. Mert mint nő nem szeretem, ha nekem megmondják az igazat. 11. Mert honorárium dolgában bizonytalan vagyok. Az orvos nem mondja meg. Folyton erre gondolok, miközben a vizsgálattól magas a pulzusom, nagyobb a betegség látszott, még többet kell majd fizetni, még nagyobb a pulzusom, és így tovább. 12. Mert folyton azt hallom, hogy minden művelt ember orvoshoz megy, és ebből az a gyanúm alakult ki, hogy viszont a többiek orvosnak mentek. És végre. 13. Mert semmi bajom nincs. Mi a fenének mennék én orvoshoz? Speciális. Gégészhez azért nem megyek, mert mindenféle hosszú tárgyakat dugdos az orromba, és ahelyett, hogy elismerné, hogy ez kellemetlen, folyton csúfol közben, mint aki érthetetlennek találja ezt az affektálást, hiszen nyilvánvaló, hogy ennél nincsen nagyobb kémabor. 2. Segészhez azért nem megyek, mert folyton azt mondja, hogy ne féljek, holott nekem egyetlen vigasztalásom, hogy félek. Továbbá. Azt mondja, hogy nem fog fájni és fáj. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy fájni fog, de nem fáj. 3. Fogászhoz azért nem megyek, mert megyek ugyan, de az előszobában elbújik a fájás. És gondolom, majd holnap megyek, de nem is ide, hanem ahhoz, aki nem piszkog el ennyi, amikor a díjak következtében már lesz ugyan mivel harapni, csak nem lesz mit. 4. Gyomorspecialistához azért nem megyek, mert többnyire komor emberek nem hagynak magukkal vitatkozni, mindent jobban akarnak tudni nálam, és nem hajlandok például megérteni, most figyeljenek, hogy az ember ebéd és vacsora tartomára igazán felfüggesztetné a diétát, ha különben betartja. És végre 5. Idegorvoshoz azért nem megyek, mert aznap, mikor mennem kéne, éppen nagyon ideges vagyok, és ilyen idegállapotban én nem vagyok.
Szóval, szerénységünk indikálja a nagy feltűnés elhallgatását, amelyet cikkünk gyakorolt az orvos társadalom legszélesebb rétegére. A félreértés abból származott, hogy a feltett kérdésre, hogy miért nem megyek orvoshoz, adott válaszokból, amelyekkel igyekeztem kimeríteni az orvoshoz nem járás tünetkomplexumát, arra a következtetése jutott némely felületes szerző, hogy én nem megyek orvoshoz. Már hogy a fene által körülírt kórkép jól jellemzett tünetcsoportjába nem ennék? Lehogy Istenem, megyek bizony. De csak azokat az okokat soroltam fel, amik miatt nem megyek. Ha nem. De ha mégis megyek, ennek is megvan a külön oknyomozása. Általában és különösen. Általában tehát azért megyek orvoshoz, mert egy orvoshoz menni hozzátartozik a polgári élet szertartásaihoz, mint a bridge, a nyaralás, a weekend, és mert éppen orvostól jönni előkelő dolog, és jól is hangzik. Bizonyos tekintélyt ad az embernek, ha azt mondja, orvostól jövök, ez a hitelemhez hozzátartozik. Kettő. Mert műveletlen barom vagyok. És jól esik a gondolat, hogy egy művelt, képzelt, csak nem felszentelt papja a társadalomnak egy óráig komolyan beszél velem, rólam, mint valami különleges csodáról, akinek a hasfájása, belső forrósága, kétoldali fülhallása és középfolyása a paksi atomerőműnél fontosabb téma lesz egy óráig. Mert roppant művelt vagyok, és rengeteg mindenfélét olvastam, ilyen orvosi dolgokat, mint ez a mér, és titokban kéjeltek a gondolatban, hogy fog leesni a székéről az a műveletlen divatos percser, amikor majd tökéletes latinsággal mondom el magamról a diagnózist, és az ő megjegyzései közben az én szerény, halk közbeszólásomból kiderül, hogy mennyivel jobban értek a dologhoz, mint ő. Négy. Mert ha nő vagyok, majd megmutatom én neki, hogy mennyivel jobb alapom van, mint a Mancina, akit henceg nekem, hogy a doktor szőkének reszketett a stratoszférája a kezével, vagy hogy a csodában hívják azt, amivel a hátán hallgatózott. Öt. Mert ha férfi vagyok, jól esik hallani, hogy ilyen tüdeje Norvinak volt utoljára, és hogy bátran, nyugodtan, ezt is, azt is. Hat. Mert ezzel az orvosnak be fogom bizonyítani, hogy a másik orvos nem érti a dolgát. Tudod, öregem, nem mondta direkt. Tudod, ezeknek össze kell tartani, de láttad volna, hogy legyintett és csóvált a fejét. És végre hét, mert katonának akartak, hát tessék, milyen beteg vagyok, és mert be akarom magamat biztosítani, hogy hát tessék, milyen egészséges vagyok. Különösen pedig az én megyek, hát egy sebészhez, amiért párbajozni is megyek. Én ugye elvből lenézem a párbajt, de nekem nem mondja senki, hogy áll a kutya vagy. Kettő. Belgyógyászhoz. Mert a sebészek mindjárt kést rántanak, hát az nem kriszt. És mert az Isten is belgyógyász. Három. A pszichoanalitikushoz. Mert gyanús, hogy egy éve semmi van. Rémes állapotban lehet az alsótudatom, szerintem ki kell mosodni. Négy. Nőgyógyászhoz, hogy Alfred végre megtudja és végre rájöjjön, hogy nő vagyok a hülye. Thank you.
szeret, miért örül, az életért. Ugye nevetséges, aminek egyszer vége van. Ami elmúlik. De miért múlik el? Mi az az ok, amely megakadályozza, hogy a tudós befejezze munkáját? A művész kidolgozza a terveit, az apák felneveljék gyermekeiket. Én rájöttem, hogy mi. Végtelen egyszerű a dolog. Miért múlik el az idő? Ez az első számú kérdés. Hát először is nem az idő múlik, hanem mi. Ez régi dolog, ezt már Kant is tudta. Idő nincsen. De van nekünk egy tudási pontunk. Az a tudat, hogy a testünk kopik. Hogy az agyvelünk sorvad. Hogy a betegség megvan. Hogy idő van. Pedig mondom, idő nincs. Honnan szereztük ezt az életrontó szempontot? Ez a második kérdés. Nos, ez az agyvelő fejlődésének egy ideiglenes maradványa. Az ember, ugyebár amikor kilépett az óvilági majmok sorából, ott hagyta a természetet. Az agyveleje erős fejlődésnek indult. Ismeretlen módon olyan diszpozíciókat szerzett, amelyekkel az énnek és a világnak a szemléletét egészen új, mondjuk magasabb dimenziókból végezhette, mint az előtt. Tehát odáig jutottunk, hogy az idő ránehezedett az emberiségre, és itt tört reánk a halál, az öregedés degenerációja, a baj, a fájdalom. Az orvostudomány hivatott arra, hogy ezt a fiziológikus... Fiziológia, biológia, orvoslás, élettan, életjelenségeket fenntartó, élő szervezetek, sejtek, szövetek, normális működésével foglalkozó tudományát. Betegséget az emberi nemről elhárítsa. És különösen manapság merül föl ez a kérdés elementáris erővel, amikor az embereket az idő gondolata jobban elfoglalja, mint valaha. A 21. század fiát a kenyérkeresett, lázas, lóflás, futása se tudja megmenteni attól, hogy bele ne essen ebbe a szomorúsági tébolyba. A sebészet hasonló esetekben nincs arra kárhoztatva, hogy összetett kézzel bámulja a szenvedést okozó fiziológiai vagy patológiai. Patológia, orvoslás, kortan, az orvostudománynak a betegségek okával, a kórokozókkal, az általuk előidézett elváltozásokkal és a beteg szervezetben megváltozott élettani folyamatokkal foglalkozó ága. Jelenséget. Mert itt állok én. Én, aki tudományosan bizonyítom ennek a lélekfejlődési szubsztrátumnak szubsztrátum. Szubsztrátum, kémiai alapállomány, táptalaj, olyan molekula, melynek kémiai átalakulását enzim katalizálja. Voltált. Bizonyítom. Megkeresem a helyét a velőben, az agyvelőben. Hangoztatom a sebészi eljárás lehetőségét és szükségességét. Végre az eljárást magát nyilvánosságra hozom, azaz a műtedést elvégzem, és vélem a tudományi ítélőszéke elé állok. Én megtaláltam az agyban az időt. Külsőleg nem különbözik a többi agysejtől, és mégis ez a fészke a betegségnek, a nyomornak, az elmúlás oktalan bánatának. Az egyik emberben nagyobb, a másikban meg kisebb. Persze a műtedő előtt óriási feladat áll, de a feladat egyszerű. Csak azt kell tudni, hogy mit vágjunk. Én tudom. És fel fogom ajánlani a találmányomat egy embernek, aki mindenáron szabadulni akar az időtől, akit terhesen szorít az elmúlás gondolata, én segíteni fogok rajta. Kibérelek egy óriási termet a műtőteremnek. A közepén állítjuk fel a műtőasztalt. Ezt. Három asszisztens foglalatoskodik az előkészületekkel. Alszik? Jó. Az érvelés rendben van? Helyes. Megtapintom a fejét. Lassan egy vágást teszek a tarkótól a fültőig. A vérzést elállítom. Lefejtem a bőrt és az izmokat egy fél tenyérnyire. A csonthártyánál raspatóinumot. Raspatórium, csontvakaró, a csonthártya letolására szolgáló eszköz. A csontnál vagyok. Kérem a vésőt.
Megcsinálom a nyílást, kihajtom a csontréket, az agyhártyánál vagyok már. Óvatosan keresztül vágom, félrehajtom és a kezemmel behatolok az egyik hasadékba, hogy melyikbe, azt majd én tudom. És kiszedem az időt. Egyszerűen kikanalazom az idősejteket, az emberi bánat átkozott darásfészkét. Azután bevarrom az agyblokkot, beillesztem a csontréket, az ereket elkötöm, a csonthártyát bevarrom. Azután izom és bőr vartok, bekötöm a sebet, készen vagyok. És fölébreztem az embert. Ez a jövő embere. Az igazi új ember, aki friss, tiszta agyvelejével megfejti a mának titkait, a holnap igazságait. Pontosan emlékszik mindenre, mert a tények nem múlnak el számára, hanem az öntudatban, mint egyenrangú erők sorakoznak. Az emberiség boldogsága szól hozzám egy örömüvöltésbe. A seb három nap alatt gyógyul. Miért három nap alatt? Mert nincs több idő. Az a sok szellemi energia, amelyet az elmúlás csendes őrülete elragolt tőlünk, a miénk maradt temételen életenergia alapjában. De addig is, amíg a sebészi beavatkozás ideje el nem jön, egy múlóértékű belgyógyászati szerünk van az idő ellen. Ez a Kisüsti Szilva Pál. Tisztán tüneti oldosság. Sokáig úgy se kell, mert a sebészeti eljárás radikális és kitűnő. Isten éltesse önöket, kedves kollégák! Thank you.
ünnepi műsorunk végéhez értünk. Miután elénekeltük közösen a szózatot, kérem fogadják el meghívásunkat egy kis állófogadásra itt a színház előcsarnokában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok!